Fröle Gergelyt, aki egyébként az Emmi helyettes államtitkára a külügyminisztériumban még korábban dolgozott. Szóval őt eredetileg arra hívtuk ma este, hogy Újhely Istvánnal vitatkozzon a menekültügy aktualitásairól. Ezt a vitát azonban a kormányzati kommunikáció végül az utolsó pillanatban meghiúsította, úgyhogy most egy kicsit más formában folytatjuk le. Először Fröle Gergellyel beszélgetek, utána pedig majd Újhely Istvánnal. Jó estét! Jó estét kívánok! Örülök, hogy Újhely Istvánnak így szabad pályát sikerült biztosítanom. Hát kétségkívül ennek következtében az övé lesz az utolsó szó, de kezdjük el a mi beszélgetésünket. Egyébként sok szó esett önről mostanában. Én is beszéltem önről Girószász Andrással a múltkor, amikor itt volt ebben az adásban. Nem tudom, látta-e. Soha rosszabb témájuk ne legyen. Nem láttam, de hallottam írét természetesen. Azt a kérdést tettem fel neki, és ezzel egyébként sokszor próbálták kínos helyzetbe hozni mostanában a kormányzat különböző képviselőit, hogy ön azt nyilatkozta, hogy ha ez a bizonyos menekültügyi plakátkampány elérte volna az eredeti célját, akkor nem láttuk volna azt a fajta szolidaritást a magyar társadalomban, ami később a menekültekkel kapcsolatban megnyilvánult, és ezt nagyon sokan úgy értelmezték, hogy ön ezzel elismerte, hogy a plakátkampány eredetileg a magyar társadalom megdolgozására szolgált, és nem volt igaz, hogy ez egy külföldre közvetített üzenet. Ezzel kapcsolatban Girószász András annyit mondott, hogy hát igen, nem véletlen, hogy Fröle Gergely az Emmi államtitkára, mert az látszik, hogy a kommunikációhoz nem ért. Én remélem, hogy nem ez vezetett Girószász András visszavonulásához, de az a baj, hogy nem ezt mondtam az eredeti tévéműsorban, hanem ugye fölmerült a kérdés, hogy vajon azok az ultrák, akik akkor éppen a keleti pályaudvon tartózkodó migránsokat dobálták, vajon azért dobálják-e őket, mert volt egy ilyen plakátkampány. És én azt mondtam, hogyha lett is volna ilyen célja a plakátkampánynak, akkor se tartom valószínűnek, hogy eredményes lett volna, hiszen azt látjuk, hogy azért a magyar társadalom jó része igen-igen szolidáris mindazokkal, akik Magyarországra érkeznek. Tehát azt mondja, hogy nagyon fontos volt ott ez a bizonyos feltételes mód. Beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy kikkel volt szolidáris az elmúlt időszakban, nem csak a magyar társadalom, sőt a társadalom erről az egész ügyről mit sem tudott, a magyar kormány, mert hogy zajlik most már ez az ügyed ideje, hogy Balogh Zoltán, az ön minisztere, bejelentette Párizsban, hogy körülbelül 1500 keleti keresztény családot az elmúlt években Magyarország befogadott, sőt állampolgárságot is kaptak. Aztán erről azóta nagyon sok helyen, nagyon sok kérdést feltettek a sajtóképviselői, és nagyon sok kérdőjel vetődött föl, például azért, mert kiderült, hogy erről az itteni kopt egyház nem tud. Az Index pedig csinált egy nagyobb oknyomozást, azt hiszem tegnap jelent meg. Ez az anyag az interneten biztos ön is látta, ahol kiderült, hogy az érintett országok külképviseletei és belügyminisztériumai sem tudnak semmilyen befogadásról, az érintett egyházak sem tudnak, a statisztikákból nem látszik, hogy hol jelentek volna meg ezek az emberek, és hogyha egyáltalán az egész történet igaz lenne, akkor nem jelenthet más, mint hogy rettenetesen kínos, hogy Balogh Zoltán elszólta magát, hiszen ez csak egy titkos akció lehetett, amit az érintett kormányok tudta nélkül és hátuk mögött hajtott végre a magyar kormány, és ebben az esetben hallgatni kellett volna róla mindörökre. Mit tudok én ehhez hozzátenni? Mivel ön az Emmi helyettes államtitkára nyilván rendelkezik tudással arról, hogy hol van ebben az ügyben az igazság. Kik jöttek be? Hányan? Ki tudott róla? Ki nem? Titkos akció volt? Ki kereste meg a magyar kormányt? Magyar félről, magyar oldalról indult a kezdeményezés, vagy külföldről? Több ország is érintett ebben. Akkor az hogy alakult? Milyen országok vagy egyházi szervezetek kezdték? Tekintettel arra, hogy a kopt egyháznak nem vagyok tagja, ágostai hitvallású evangélikus vagyok, azon kívül pedig egy titkos akciónak, ha az volt, akkor annak az a természetrajza, hogy még az Emmi helyettes államtitkára is se tudnak róla. Na de én a miniszter beszélt róla, én ehhez képest arra támaszkodnék, ami a bevándorlási hivatal adataiból kiderül, és onnan viszont az derül ki, hogyha nem is 1500 család, de egy ezres nagyságrendű keresztény menekült, igenis befogadásra lehet Magyarországon. A bevándorlási hivatal számaiból ez nem derül ki, hiszen ugye sokféle számkering egyébként, ugye 1500 családról pont az ön miniszterre beszélt, ez sehogy nem jön ki, de a bevándorlási... Én az 500, illetve az egyik évben 500, a másik évben 300-as számra emlékszem, de biztos, hogy ekkora jelentősége van ennek a számháborúnak, vagy hova akarunk kiukadni? De abból a szempontból jelentősége van ennek a számháborúnak is, hogy volt
lehet-e ilyen akció, mert annak fényében, hogy a mostani menekült hullámmal szemben Magyarország gyakorlatilag elzárkózik, és arra az álláspontra helyezkedünk, hogy nem kell befogadnunk embereket, legfeljebb abban kell segítenünk, hogy ott az ő régiójukban jobb életet kapjanak mondjuk egy menekült táborban. Nagyon érdekes, hogy korábban meg befogadtunk, és nagyon érdekes az a párhuzam, vagy ellentét inkább, hogy a keresztény családokat befogadtuk az üldöztetés miatt, a muzulmánokat viszont nem fogadjuk be, és ilyenkor előjön rendre az a nem kis számú idézet, amivel a miniszterelnök és más vezető kormánypolitikusok is ellátnak minket, az iszlám kultúra veszélyességéről. Én azt gondolom, hogy nem feszül különösebb ellentmondás az elhangzottak között. Egyrészt azt gondolom, hogy semmi okom, hogy a saját miniszterem által elmondottakat megcáfoljam. De ezek szerint hozzátenni sem tud semmilyen részletet. Hozzátenni se tudok semmilyen részletet, ami viszont ahova ki akarunk lyukadni, azt viszont szívesen kommentálom. Ugyanis azt nem mondja a magyar kormány se, hogy egyáltalán nem akarunk senkit se fölvenni, hiszen ha így lenne, akkor nem lenne bevándorlási hivatal, nem lennének olyan menekült táborok, ahol erre megvan az infrastruktúra, nem lenne az a kialakult jogrendszer, ami ezt az integrációt egyébként elősegíti. Ennek számos példáját látjuk Bicskén, látjuk Debrecenben és máshol. Ez az egyik. A másik pedig, amikor ezt a sajátos ilyen vallási, civilizációs, ideológiai vitát próbáljuk innen-onnan gerjeszteni, ahogy ez ezek szerint most is történik, akkor azért hát csak érdemes avval szembesülni, hogy Magyarországon nincs egy olyan hagyomány, ami egy nagy muzulmán közösségre épülne. Vannak olyan országok, akik ezt eldöntötték, például a Németországban a 60-as években, hogy meghív vendégmunkásként muzulmán embereket. Magyarországon nincs meg ez a tapasztalat. Ez nem egy vallás ellenesség, mert ugyanakkor látjuk, hogy számos muzulmán diák tanul állami ösztöndíjjal Magyarországon. Azt is látjuk, hogy ha másról nem a keleti nyitásról beszélve, hogy a magyar kormánynak van egy ilyen keletbarát és abszolút iszlámbarát politikája. Itt arról van szó, hogy nagy tömegekben nem akarunk ennyire a jelenlegi civilizációs mixtől eltérő hátterű embert. De nem csak nagy tömegekben, hanem kisebb csoportokban sem, hiszen a kvóták alapján, amelyeket elutasít a magyar állam, ugye pár száz, pár ezer emberről lehetne szó maximum. Ugye Orbán Viktor arról beszél, hogy az nagyon jó, hogy kebabosak vannak a körúton, de alapvetően nem akarjuk, hogy felboruljon a társadalmunk, hogy megváltozzon a kultúránk. Ez nyilván nem pár száz vagy pár ezer ember érkezése. Nem, de miből onnan veszük azt, hogy pár száz vagy pár száz vagy pár ezer emberről van szó? Hát mert ha nyomon követjük azokat a tárgyalásokat, amit eddig az európai kvótákról voltak, akkor ebből kiderül, hogy Magyarországnak nem százezreket kellene befogadni. Pontosan, és ez mutatja az európai tárgyalások totális életidegenségét. Hiszen milyen alapon állapítunk meg kvótákat, amikor nem tudjuk, hogy pontosan hány ember érkezik. Ezt komolyan gondolja bárki is, hogy megállapítjuk a kvótákat. Akkor komolyan gondolják Magyarország a világ kvótákat? Mert ugyanez a kérdés felvetődik. Embert, vagy 2000 embert, és utána majd Németország azt mondja, hogy az összes többi milliót meg majd ő engedi be magához. De hogyha a kvóta ilyen rossz ötlet, akkor a világkvóta mitől jobb ötlet? Hiszen ugyanezeket az ellenérveket fel lehet vetni a világkvótával szemben is. Tehát nekem úgy tűnik, hogy az egyetlen dolog, ami milyen szempontból a világkvóta hasznosabb most a magyar kormánynak, mint az európai kvóta, hogy olyan messzi távolban van, hogy össze lehet hozni egy ilyet. Ez kiderült most az ENSZ közgyűlésén is, ahol gyakorlatilag Máltán kívül senki nem csatlakozott különösebben a magyar miniszterelnök felvetéséhez, hogy ez egészen odáig, a bizonytalan messzi jövőig egy hivatkozási alap lehet arra, hogy mi tulajdonképpen nem vagyunk élből elutasítóak, miközben igen. Hát azért a világkvótának már csak a számok, nagyszámok törvénye alapján is sokkal nagyobb a realitása. De ugyanez hát, a helyzet, hogy most van egy kvóta, aztán érkeznek még többen. Sőt, hogyha egy világkvóta alapján nem ott osztjuk el az embereket, ahol megérkeznek, hanem charterjáratokkal gyakorlatilag a konfliktusövezetekben jelentkezőket osztjuk szét, akkor ez még több ember folyamatos szétosztását jelenteni. Ezt nem gondolom. Miért lenne több ember? Miért akarnának ettől többen elindulni? Mert kevesebben rendelkeznek azokkal az eszközökkel, hogy más nem mondjak pénzzel, hogy eljussanak Európába, mint ahányan mondjuk a szír határon egy menekült táborban feltennék a kezüket, hogy ők szívesen mennének Amerikába. De hát vagy nem Európába. Logikus az, hogy ebbe a folyamatba bevonjuk Amerikát, bevonjuk Dél-Amerikát, és elsősorban bevonjuk azokat az államokat, amelyek ott vannak a krízis régió környékén. Logikus. Hisz nem az a cél, hogy egy teljesen új környezetben, egy teljesen
teljesen új civilizációban lejjenek otthont ezek az emberek, hanem az, hogy ott érezzék magukat otthon, ahol voltak, hogy ott legyen rend, ahol ők korábban éltek, hogy oda tudjanak visszatérni. Tehát én azt gondolom, hogy ezért az, hogy megint csak, ha Ausztráliába küldjük őket, akkor ezzel megint csak nem azt erősítjük, hogy ott legyenek közel a lakhelyükhöz. És hogy akiknek végképp el kell hagyniuk a hazájukat, az ő ügyükben bizony legyen egy világméretű felelősség. Milyen alapon vonja ki magát Ausztrália egyébként ebből a körből, ha megkérdezhetem? Miért nagyobb itt a felelőssége az európai kontinensnek, mint Észak-Amerikának, Dél-Amerikának, vagy Ausztráliának? Csak hogy amíg nem lehet egy világhódát tető alá hozni, addig a helyzet mégis az lesz, hogy mivel Magyarország például elzárkózik egy európai megoldástól, és ezzel gyakorlatilag blokkolja is a folyamatot, vagy majd kiderül, hogy mennyire tudja. Ugye most bíróságon akarják megtámadni, ha én jól értem Lázár János szavait, tehát azért ez nincs lefutva. Ez a szlovák kezdeményezés. A szlovák kezdeményezés, ez csatlakozhat Magyarország, ezt helyezte fordulva most Lázár János kilátásba. Tehát ha nincsen európai megoldás és kvótarendszer, ami ellenérvelnek önök most is, akkor a németek maradnak ott mégiscsak a problémával. Egész odáig, amíg az egész világ nem kezdi el átlátni Orbán Viktor gondolatainak bölcsességét, ami lehet, hogy nem holnap után lesz. Nem, lehet, hogy már holnap. Ugyanis a helyzet az, hogyha megnézzük akár csak a német sajtót, de ha az Economist legutóbbi számát ütöm fel, akkor ott is valami olyasmit olvasok, egy bizonyos Charlemagne nevű szerző, nem jelentéktelen szerző tollából, hogy talán valami igaza ennek az embernek mégiscsak van. És hogyha megnézem a német kancellár népszerűségi adatait, akkor azt veszem észre, mintha ott a német választók kicsit kevesebb Merkelt és több Orbánt szeretnének. Tehát azt gondolom, hogy ebben az ügyben kicsit lehetnénk óvatosabbak, a következő hetek majd eldöntik, hogy itt valóban a választói akarat milyen irányba viszi el ezt a vitát. Nyilván nem véletlen, hogy az Economist cikkét idézi, mert ez az egyik nagyon kevés közül az európai sajtó áradatában, ami nagyon is elítélőleg ír arról, hogy mi történik most Magyarországon. Nem véletlenül ennek a cikknek is az a címe, hogy Orbán a főgonosz, mindenre reflektálva, de egyébként a német sajtóban még a konzervatív lapok is éppen ellenkezőleg nem dicsérik Orbán Viktort azért, ami ott történik. Angela Merkel pedig valóban veszíthet Németországban a népszerűségéből mindennek következtében, de nem lehet, hogy ő ezzel kalkulált, hiszen hogyha ezt önök itt Budapestről látják, akkor ő is nyilván tisztában van azzal, hogy milyen kockázatokat vállal. Csak ennyire komolyan veszi azt a keresztény demokráciát, ami a pártjának, meg a kormányának, meg az országának, az identitásának az alapja? És azt mondja, hogy inkább vesztek a népszerűségből, van miből egyébként, de ez morális kérdés. Én szuicid hajlamú politikusokról viszonylag ritkán hallok, akiknek ilyen missziós tudata van, vagy próbálják összeegyeztetni a kereszténységüket, a felebaráti szeretet parancsát, avval, hogy milyen módon próbálják a saját közösségüket megóvni. Ez viszont egy abszolút luteránus hagyomány, hiszen Luther Mártonnak van a kettős kormányzásról szóló teóriája, ami azt mondja, hogy egyidejűleg kell megvédeni a közösséget, adott esetben a keresztény közösséget, és egyéni felelősségként, egyes emberként pedig oda kell fordulni ahhoz, aki erre rászorul. A kettő tud egymás mellett működni, és azt gondolom, hogy éppen ezért Angela Merkel lehet, hogy nagyon nagy lelkű kijelentést tett akkor, amikor azt mondta, hogy minden szírt Németország befogad, csak lehet, hogy a fogalmazás pontatlansága vezetett oda, hogy egy teljesen kaotikus helyzet alakult. Tehát szuicid vagy hibázott? Nem szuicid, hiszen ilyenről ritkán hallunk. Én azt gondolom, hogy a megfogalmazás nem volt pontos, és az pedig, hogy ennek ilyen kimenetele lesz, erről nem tudott. Mit jelent az a megfogalmazás, hogy morális imperializmus? Mert hogy mi most a legmagasabb kormányszintekről visszatérően ezzel vádoljuk Németországot és Angela Merkelt? Nem feltétlenül őt vádoljuk, de azért az elég jól látható itt az elmúlt években, hogy van egyfajta ilyen felemelt mutató új, amire mindenki szent áhítattal tekint, és ami ezt a fajta
ilyen jó ember hozzáállást olyanok is elvárják, akik korábban ettől fényévekre voltak. Most kifejezetten tehát, Németországról beszélünk, Lázár János elég egyértelművé tette, tehát ön azt mondja akkor, hogy a német történelem alapján nekik aztán nem kéne itt felemelt újjakkal hadonászni? Nem, én azt mondom, hogy a német történelem alapján nagyon sok minden más Németországban, és azt is értem, hogy például a görög válság kapcsán mutatott keménység után Németországnak nagyon jól jön ez az image, ami ennek kapcsán kialakult, még akkor is, ha ott sokkal több molotov koktélt dobnak egyébként a menekült táborokra, mint ahány atrocitás Magyarországon bármilyen menekültügyben történt. Ugye ez ott, ez egy olyan magatartás, aminek számos történelmi és szociológiai oka van, ezt nekünk nem kritizálni kell, ezt meg kell érteni. Azt mondják, hogy morális imperializmus, és ezek szerint ez azt fedi, hogy a németek itt tulajdonképpen a náci múltat akarják felettetni, ezt mondtam most ön is. Az milyen hatással lesz a magyar-német kapcsolatokra? Ez nem bocsánatot kérek, azt, hogy mi ezt tényként tudomásul vesszük, hogy ők így gondolkoznak, ez rendben van, de azt, hogy ezt ránk nézve is kötelezőnek fogadjuk el, szerintem ezzel mi joggal tiltakozunk. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Én is köszönöm.